mert köszönjük. Ez most film valójában, te is mondjál valamit akkor. Hát Tibikét. Örömtel egyébként látni minnyájunkat, ennyi idő után. Nagyon, nagyon, és említett a Tibi, hogy jössz, nagyon vártunk meg. Köszönöm hát szépen. Hát volna jönni egyébként, nagyon nem jött. Isten így lehet itt lenni megint Tatán. Igen. Nálatok. Igen. Na. 53 év egy bőröndel jöttem itt, itt mentem el, abba az irányba. Magam részéről, Tibikém, nekem ez történelmi pillanat. Hát bizony 52-53 év elteltével ajándék a sorstól, meg az is köszönöm ajándék. Köszönöm szépen, nagyon aranyos. És én hogy, viszont is egyébként jó egészséget minden. Mindhárman elmúltunk 70 évesek, és itt vagyunk, élünk, beszélgetünk a sportról, örülünk egymásnak. Hát csak azt tudom mondani, hogy megláttam most a felvételt, 50 éves házasság, hát ez nagykönyvbe beleírandó. Hát ritka, igen. Az remélem, az emlékkönyvemet alá fogjátok írni. Köszönöm szépen, hogy meghívtál meg. Ó, hát, sőt, bármikor. Én is köszönöm. Én annak örülnék, ha tényleg itt aludnátok egyet-kettőt, nyugodtan, nyugodtan, és akkor megnéznétek kérlek szépen az én elkészített anyagomat. Most öndicséret gyalázat, de mindenki azt mondta itt, aki itt megjárt, én 150 embert hivatkozok, bocsánatot kérek, hogy aljas vagyok, 150 embert itten barát ebéd, úgy a sportolókat, futbolistákat, súlyemelőket, nyugdíjas klubtársaimat, szakszervezet, stb. Stb. Nagyon sok egyetemet végzett ember volt köztük, de mind azt mondta, hogy ilyen pincét még nem láttak. A megyébe biztos nincs még egy ilyen. Hát az elkészített anyagaimról pedig lenne az, hogy a fél életem ráment, egyedül csináltam mindent, magát az előkészületet, a szervezést, mindent, ez úgynevezett dokumentumfilmek ezek. Hát itt a Maradona földjébre személyébe emlékére, ez nekem a csúcs, ez az életem vágya volt, meg még életem egyik vágya, hogy a Sólyomvárinak egy emléktábla, ott a Fazekas utcából súlyt emeltünk, de hát hosszú, ezt látni kell. Biztos vagyok benne, egy hónapig tudnál nézni éjjel-nappal folyamatosan, olyan hosszú az anyag, hogy ha ezt valaki, már mondtam, egyébként 3 hete a miniszter helyettessel kezet fogtam, mert ilyen kampány volt, és azt mondta, hogy segít, nem tudom, Dobor Dezsővel is beszéltem személyesen, mert ő is kapott egy példányt a 27 példányból, mikor a Gyurkovics sajnos, hogy hát megbukott magyarul, Atén. 27 emlékeztetőt csináltak, még a Gyárfás Tamásnak is küldtem. Hát sajnos, hogy nem válaszolt. Hát erről ennyit. Úgyhogy Dobor Dezső is megígérte, hogy segít, eljön majd, segít. Az nem? A újságíró? Igen. Na úgyhogy én azt mondom, hogy reggelig tudnék beszélni, nagyon szépen köszönöm ezt is. Megebédelünk, és utána az a kérésem, hogy vagy elmegyünk az edzőtáborba, ti rajtatok múlik, vagy én javasolnám, hogy
a csúcsot, a Földi Imrének a dokumentumfilmét megnéznénk. Megnézzük. Megnézzük. És még ezt hadd örökítsen meg. De a táborban azért megpróbálunk bemenni. Meg, nyugodtan. Ja. Szünetbe is elmehetünk, azt folytatjuk. Na mindegy. Mit akartam mondani? Mit akartam mondani? Ne arra, hogy kizökkentettelek. Na mindegy. Egyébként van úgy, hogy nem jut eszembe X név. Nem egyedül vagy. Eltelik egy-két perc, aztán már ide is. Nem egyedül vagy. Ez én úgy volt egyébként, tudod, lejött a gugyarákat, hallottad, vagy lát, tudod ki a Várdi György. Na, ezzel kapcsolatosan annyit tudok mondani, hogy jó piásra jött le már. Igen. És bebaszott egy hagymát, érted? Ezt nem kellett volna négy rá. Most mondtam, hogy járt. Na minden, nem lesz egyébként. Na, ez véletlenül egy nyelvbotás. De mindegy, hagyd rajta. Nem is tudok csinálni vele semmi. Na, és a lényeg egyébként ott mondta, hogy hát... Egész, így vagy. Ő is így hirtelen nem tudta, hogy mit mondjon. Csak azt mondja, hát elnézést, megszakadt egy fonál az agyamba. Igen. Na, még egyre büszke vagyok. Az élet milyen, a sors. Dr. Kamuti Jenőnek adtam át a László doktor tábornok volt a kamerás felvétel. Tehát ott adtam, hogy vegyen fel, utána meg én vettem fel őt. Két hónapra, ha jól tudom, ő lett a nemzet sportolója. Földi Imrének a staféta botját átvette. Igen. Nagyon jó. A Schmidt Pali is nagyon jó, akkor meg a Pézsa Tibor volt akkoriban. Hát neked egy óriási gyűjteményed lehet. Majd meg a Schmidt Pál, ott volt, de nem volt rá lehetőség, hogy oda menjek, és akkor hazajöttem, és aznap éjszaka vagy más. Nem ilyen színű volt, mint a csempének az alapja. Tehát jó, ez... Ott a két hűtő, a nagy hűtő az teli van. A másikat kiszámoltam. Ez a gyerekkori bútor, még van, a kályhák is meg vannak, sajnálom kibaszni. Persze. Világosságot csinálok ide is. Bocsánatot kérek. Közben addig nézegessetek, most ide világosságot csinálok. Na mikor akarod, hogy ezt... ezzel akarok foglalkozni. Addig csak nézegessetek. Van? Persze. Világít most már? Igen. Jó. Most már nagyobb a világosság, ugye? Igen. Na én a Szabó Elmér, hallottál már róla? Hallottam. Ott van a gyerekkori barátom egyik. Mindjárt jövök. Jó. A pókárok minden direkt nem jövök hozzá. Nem is szabad. A temetése óta kérek szépen, ahogy letettem az orgonát lent, ott is három-két helyen még ott van az orgona. Hallottam. Ott van a gyerekkori barátom egyik. Tehát
az idők össze, úr, nem jön. Itt van a 20 kamisének a idő, 10.000 forint. Na majd ide alulra fogok ragasztani. Mindjárt jövök. Jó. A pókhálót minden direkt nem jólok hozzá. Nem is szabad. A temetése óta, kérlek szépen, a temetése óta, kérlek szépen, ahogy letettem az orgonát lent, ott is három-két helyen még ott van az orgona. Internet az is fel van dolgozva, és beszédet mondott, stb. Stb. Most ezt várjam, mondjam még valamit. Nál, ez egyébként a pincébe készült ez a felvétel, akkor ez is hosszú évek óta már átadásra vár, 2011 ott a dátum. Ez is a Magyar Súlyemelő Szövetség részére készült, 100 oldalas, tessék, 100 oldalas. Itt a László doktor úr, itt a Gyurkovics, vezetés, stb. 100 oldal, átadásra váró anyag, itt van, ott az elnök úr, ott a 6 tabló, 100 oldal, tessék. Nem tudom, jó Isten, mikor fog megsegíteni, hogy át tudjam adni tisztességgel, úgy, ahogy a Májné fogalmazott, tisztességes körülmények közt, ő azt úgy fogalmazott, hogy a média bevonásával. Hát ez van, nem tudom, majd a sors eldönti. Nyugodjon, szegény Sólyomvár is itt van. Na itt van a 27 példány, látod, amit említettem neked, látod, az emlékeztető. A mennyi és a pokol emlékeztetője, a Gyurkovics. Itt meg a Zsivócki Gyula bácsi. Gratulált Edinának, hogy dicsekedjek Debrecenbe, ez felnőtt ezüstérmes volt, Gerejből. Hát ennyi, tessék, itt van. Én egy vegyes saláta vagyok. Szoci, Fidesz, én az embert nézem. Ennyi, tessék. Ennyi, köszönöm. Nem kérek, köszönöm.